Ha megmentesz egy embert, hős vagy, ha megmentesz 100 embert, akkor orvos vagy. Így kezdte nyitó beszédét Cseszták Miklós országgyűlési képviselő a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportjának tavaszi tudományos ülésén. A konferencia vezérfonala a belgyógyászat és az infektológiai betegellátás határterülete köré épült. Most a mai napon a határterületi kérdések közül a fertőző betegségek és a belgyógyászati betegségek kapcsolatáról beszélünk. Azt hiszem, ezt nem kell hangsúlyozni a COVID-járvány után, hogy ennek mi a jelentősége. Az utazások jelentős mértékben növelik, felértékelik a fertőző betegségeket. Öregszik a társadalomnak, tehát az idős embereknek a fogékonysága nő a fertőző betegségek iránt. A bizonyos gyógyszereket, amit alkalmazunk, az szintén növeli a fogékonyságot. Éppen ezért egyes fertőző betegségek lefolyása nem olyan, mint a szokványos esetben, új kihívást jelentve a mindennapi gyakorló orvosok számára, így a belgyógyászok számára is. A szakmai napon ezekkel a problémákkal foglalkoztak. Kórházunkban egy nagyon fontos irányvonalat képviselünk, ez két fő dologra fókuszál, egyrészt, hogy a munkatársaink, szakdolgozók, szakorvosaink, rezidenseink képzettek legyenek, úgyhogy ez a mai napnak is ez az apropója, hogy a Belgyógyász Társaság által szervezett konferencia itt kórházunkban van, és a 4 társmegyében dolgozó belgyógyászok itt mai napon összegyűlnek, és ezt a fajta képzettséget, ezt a fajta irányt erősítik a kórházunkban. Arra törekszünk, hogy ápolóink is megfelelő tudással bírjanak, és ezért nagyon-nagyon sok tanfolyamat, gyermekápolói képzéseket tervezünk és szerveztünk. Ezek a fő dolgaink most, amik folyamatban vannak, illetve ez a másik dolog pedig, hogy minden kubatúra, ami a kórházban működik, az rendben legyen. Itt vannak még olyan területeink, például a sebészet, traumatológia, még fejlesztésre szorulnak. Beadtunk olyan határon átnyúló projekteket, amelyek ezeket célozzák, reméljük, hogy ebben az évben ebben sikeresen el is indulhatunk, illetve már egy fontos dologról be is tudok számolni, egy olyan határon átnyúló projektet nyertünk meg egy szlovákiai partner kórházzal, amely a kórházunknak a zöld területeinek a rendbetételét célozza meg, és ezzel a projektünk pedig hamarosan már május-június hónapban indulni is fog. A Szent Damján görögkatolikus kórháznak 1000 körüli dolgozója van. A belgyógyászat minden területén gyógyítanak, legyen az kardiológia, gastroenterológia, endokrinológia vagy diabetológia. A belgyógyászati osztályokra először is nyilvánvalóan területi ellátási kötelezettséggel bíró betegek jönnek, de ezen kívül a Bodrog közből, tehát a Borsoda vagy Zemplén megyéből, egészen néha Sátorolja és Árospatak, sőt, még messzebbről érkeznek a kórházunkba betegek, és a vásárosneményi területről is, hagyományosan elsősorban a Beregről szól a történet, hiszen azzal régi kapcsolatunk van, korábban is láttunk el odavaló betegeket. Az eseményen Hajdubihar, Borsoda, Baújzemlén, Heves és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye belgyógyász szakemberei vettek részt. Az előadó között pedig Budapestről, Egerből, Miskolcról és Debrecenből érkező szaktekintélyeket is köszönthettek.